legjobban éreztette hatását az iskolákban a koronavírus járvány második hulláma. A pedagógusok és a tanulók körében is több fertőzött volt, mint tavasszal. Novemberben a középiskolákban digitális oktatásra álltak át, és azóta is ez a rendszer működik. Arról még nincs végleges döntés, hogy a nagyjából 3 hónap múlva esedékes érettségiket milyen formában bonyolítják majd le. Arról azonban jócskán megoszlanak a vélemények, hogy melyik verzió lenne a legelőnyösebb. A Pedagógusok Szakszervezetének megyei elnöke arról beszélt a 35 percben, hogy a hagyományos vizsgarendszer esetén könnyebb az íráshoz számonkérés, mint a digitális formánál. Utóbbi a szakmai vizsgák lebonyolítását sem könnyíti meg, sőt itt már a vizsgára való felkészítés most is csorbát szenved. Úgy jelentősége van azért a személyes jelenlétnek, ugye a személyes kontaktórák megtartásának. Itt ugye nyilván ez is egyfajta probléma, ugye ezen tanulók esetében is, hogy nincs komolyabb ugye szankciója, hogy ki milyen arányban, hogyan vesz részt ugye egy-egy online fórumon, online órán. Egyébként az elmondható, hogy mondjuk a gimnáziumok esetében sokkal inkább nagyobb a hajlandóság, vagy a jelenlét is ugye ezen digitális platformokon sokkal jobban elkészítik ugye a feladatokat, mint például azokban a idézőjeles hátrányosabb térségből származó tanulók esetében, ahol nem biztos, hogy a digitális eszközeik, vagy maga a háttér is ugye megfelelőképpen biztosítaná ezeken az órákon mondjuk a közvetlen kontakt jelenlétet. A szakszervezet álláspontja szerint nincs jó megoldás, nem tudnak egyértelmű állást foglalni, hogy milyen formában bonyolítsák le az érettségiket, hiszen például még azt sem tudni, milyen lesz a járványhelyzet 3 hónap múlva. Az oktatással kapcsolatban azonban a legjobb megoldás az lenne szerintük, ha az érettségi előtt állóknál visszaállnának a személyes órákhoz, akár csoportokra bontva is az osztályokat. A PS azt is szeretné elérni, ha mielőbb beoltanák a pedagógusokat. Egy a megbízásukból nemrég készített felmérésből az derült ki, hogy az ágazatban dolgozók körében magasabb az oltási hajlandóság, mint a magyar társadalom egészében. A pedagógusok esetében ugye nagyon nehéz egyértelműen azt mondani, hogy itt olyan korosztályú pedagógusok tanítanának, akik mondjuk az oltási sorban jelen helyzetben ugye elől helyezkednének el. Tehát itt mindenképpen olyan kormányzati döntést kellene hozni, amikor azt mondjuk, hogy igenis a pedagógusok, akik ugye kontakt érintkeznek nagyon sok tanulóval, diákkal az órák megtartása mellett, igenis ugye legyenek veszélyeztetett munkavállalók, és éppen ezért az oltási sorban ugye kerüljenek előrébb, hiszen gyakorlatilag ugye így lehetne elérni azt, hogy akár a középiskolai oktatásban és a kontaktórák ugye mihamarabb megvalósulhassanak. A 21 kutatóintézet által elvégzett felmérésből arra is fény derült, hogy egyre több pedagógus jelez kimerültséget és fáradtságot is a kialakult helyzet következtében. A digitális munkarend kötelezővé tételével kapcsolatban viszont elég megoszlóak a vélemények. Teljes mértékben csak mindegy 20% támogatná ezt a lépést, több mint felük pedig inkább a hagyományos oktatást választaná.